Nagyon úgy néz ki tehát, hogy hiába a feltámadás a németek ellen, rávezetésekkel dől el csak a továbbjutás. Jönnek a magyar fiúk, tehát erre a napra vártunk jó ideje. Megkezdi a magyar válogatott a szereplését a 2022-es budapesti világbajnokságon Szerbia ellen. Szenzációs. Belicki Gergő. Ez így már 4-0. Nyilas. Bognár fekete közelről, 7-1.
vagy nem oda, bazd! Nem oda! Na, hova? Vidd le a sarokba! Oda néz! Ha nem mennek vissza! Azt hiszem, azt a három fut vissza! Gyors leszek, ugye írtam, csak időzélve a taktikát. Azt hiszem, hogy ennek is el tudnám mondani a mai taktikát, ma hallottam a lelátó, hogy mondta, hogy mit fogok elmondani. Kezd kialakulni egy kép rólunk, ne romboljuk le olyannál, hogy megalázzuk akár az ellenfelet, vagy elkezdünk hülyéskedni. Nem tetszik az egy picit, hogy minden ellenfeletre nézzünk, nekünk senki nem jó, úgyhogy mindenkinél jobbak vagyunk. Egyetlen egy mérkőzést nyertünk ideig, remélem szerint többet fogunk, egy picit több alázatot a lelátón is, így amikor egymással beszélgettek, mert más kívülről nézni egy mérkőzést, meg más belülről látni. A világbajnokság második napján tehát a magyar csapat barátságos mérkőzést vív Irán nemzeti együttesével szemben. Elmentél kulcs nélkül? Szevasz! Nem volt az meglett örökítve. Egyből egy. Ha nem úgy kezdesz, hogy támadólag részt,
támadásban és védekezésben is kezdeményezel, akkor lehet belőle baj, mert akkor elég nehéz fölvenni a ritmus. Főleg, hogyha véletlen egyszer hátrányba kerülsz, akkor hogy reagálsz rá? És az én számból is hallottátok, hogy jókor jött a pofon, meg lehet, hogy jobb is. És hallottam azért többen is ezt mondtátok. Azért, hogyha ebbe beleülünk, akkor az nem pofon. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy innen most már minden rendben van, mert most kaptunk egy pofont, azért tenni is kell utána, tehát a pofonból föl is kell állni. Tényleg ne álljatok bele egymásba, egymás háta mögött sem, mert visszajött valakinek a fülébe, hogy ez nem csinált, azt nem. Nem jó, tehát nekem továbbra is ti vagytok a magyar válogatott, mi bennetek bízunk ugyanúgy tovább. Most fog megmutatkozni, hogy milyen emberek vagyunk, milyen csapat vagyunk. Kicsit meg kell érkeznünk ide, mert számolgathatunk, de előtte még van nekünk egy Egyiptom meccs, tehát ami természetesen más eredmény nem elfogadható, mint a győzelem. De ugyanúgy szeressétek egymást, mint eddig, és ugyanúgy legyetek csapat. Edzünk egyet, elmegyünk ebédelni, van egy csendes pihenő, és délután 3:30-kor indulunk egy közös programra, kis játék lesz benne, kis móka, de ezt fölmegyünk a várból, ott lesz egy ilyen kis játék, de majd meg fogjátok tudni.
edzés végén a játék. Hát azt kéne alkalmazni, amit edzésen gyakoroltál. Ebből helyet közel látszom. De van itt név nélkül 3-4 játékos, aki szenzációs dolgokat csinál edzésen, de hol van ez a meccsből? Ugyanilyen lazán kéne, ahogy itt megoldod a kapura lövést, ahogy megoldod a 2-1-et, ahogy az itzert megoldod. Nem kell túl gondolni azt. Sokkal jobb játékosok ellen játszol itt edzésen, mint akikkel ott találkozol bent a pályán. Ezért fogod megnyerni a meccseket. Ne állj bele a másikba. Oké? Szakadás, földindulás volt, ezért a magyar válogatott nem tud ma pályára lépni Egyiptommal szemben. Holnap reggel pótolják ezt a találkozót. Kellett egyet pluszban aludni, de jön most már az Egyiptom elleni mérkőzés a magyar szokka válogatottnak. Kérdés, hogy mennyire nyomja rá a játékra a bélyeget az, hogy nem csütörtök este, hanem péntek reggel kell játszania a nemzeti csapatnak. Az nagy mázli, de meg van nyilas elcsugolja. Nyilas. Ez is bent van, megvan a maga biztos továbbjutás a csoportból. Amikor elindultunk, akkor azt nyilatkoztam, illetve azt mondtam mindenkinek, meg azt tűztük ki, hogy a csoportból jussunk tovább, ez a minimális elvárás. Ezt most teljesítettük, de azt hiszem, hogy mindenki egyetért abban, hogy esti mérkőzésre sokkal több kell, és nem elsősorban a játékban, hanem higgadtságban kell, és futásban kell több. Nem forgott veszélyben egy pillanatig sem a mostani eredmény, de látjátok, hogy azért ahogy megyünk bele a tornába, egyre több és több fog kelleni. Volt egy csapat, aki mindent akar, csak focizni. Ez nehéz átlendülni. De gyerekek, nem él a kispad, nem élsz a pályán, nem beszélsz,
Egy olyan vérű nemzet, mint ahonnan a Branko jött a szerbek, minden egyes becsúszásra üvöltenek és örülnek. Ezt kell elérni a vestig, hogy ilyen legyél, így gyere ide. És most úgy menjél innen ki, hogy ezen pörög az agyad, hogy este hogy fogod megverni a németeket, oké? Okay? Gyerünk! Nagyon szeretlek titeket. Tényleg, ez a hét, ez olyan nekem, és akarom, hogy nektek is olyan legyen, hogy együtt kibaszott jók leszünk, oké? Okay? Úgyhogy én nagyon szurkolok nektek, nem csak szurkoló vagyok, hanem fogunk is segíteni nektek onnan a padról. Úgyhogy sok sikert gyerekek! Már az egyenes kieséses szakasz, a magyar szokka válogatott a német csapat ellen játszik méghozzá azért, hogy bejusson a legjobb 8 közé, és Ranc Balázs együttese ma már játszott egyet. Egyiptomot 4-0-ra verték a fiúk, most jön a 2018-as világbajnok. Nullára vezet a német válogatott. Bánkalvi labdaszerzése, Hollauer, Samson Zoltán és 2-1! Puszti. Bognár Bence jól megy el két német között. Bognár! 2-2! Na még egy helyzet így a végére. Jön Huszti! Nincs meg a fordítás! És itt a rendes játékidő vége, rávezetésekkel dől el a továbbjutás. Bognár Bence berúgja! Na gyerünk el, Csú! Elek! Ja,
kell a védés. Hajrá, Szacskó! És... ott van a német válogatott a legjobb 8 között. A magyar fiúk búcsúznak. Tényleg mindent megtettetek a győzelemért is. Nagyon büszkék lehettek magatokra, még hogyha volt benne taktikai hiba, vagy taktikai fegyelmezetlenség, akkor is, de így küzdeni csapatot, egész VB-n nem láttam még, biztos, hogy nem is fogok. Nehéz érzelmek nélkül beszélni. Igen. Jó volt. Sajnálom, aki nem játszott, vagy keveset játszott, de most így döntöttem. Nem tudok senkit hibáztatni, tényleg. De az első percre úgy álltatok bele, ahogy nem mertem elképzelni, hogy bele tudtok állni. Az utolsó percig úgy küzdöttetek egymásért, amit szerettem volna látni végig. Senki nem hibázott ma. Lehet, hogy a héten hibáztunk, lehet, hogy én is hibáztam valamit, lehet, hogy elrontottam, biztos. Lehet, hogy... de ma senki. Ma higgyétek, hogy nem hibáztatok. Köszönöm a keddi edzéseket. Köszönöm, hogy kedden eljöttetek melegbe, szúnyogokkal, hidegbe, mikor fagy volt. És olyan edzésmunkát végeztetek, amiért ma végigbírtátok ezt a 40 percet. Biztos klub környezetben is sokat dolgoztok, de az a keddi nap nekem mindig felüdülés volt. Én imádtam és imádok ezek után is járni oda, mert azt gondolom, hogy ez egy kivételes csapat. Nehéz felemelni a fejed ilyenkor. Én sem tudom, de mégis kihúzom magam. Próbáljam fel. Gyerekek. Köszönöm. Fog ezt. Egymás.